Sziasztok! A következő vendégünk Steve Kollár, aki háromszoros világ és Európa bajnok, elektrik bugi táncos, illetve ha jól tudom, akkor gumiemberként is ismerhetünk téged, és magyar terminátorként. Na, ez a név honnan jött? Sziasztok, köszöntök mindenkit! Hát a magyar terminátor név az nem jött, az rám ragadt, mert volt egy számom, egy terminátoros szám, amivel végig is bejártam a világot, de a legnagyobb eredmény az volt, hogy Arnoldnak a anyukájának a születésnapján léptem fel Grazba, majd utána az Arnold Classicon léptem fel egy fél évvel később Amerikában. Sőt, volt egy meghívásom 2003-ban a T3 premierjére, megkészült a újabb Terminátoros számom, mire a filmet még Amerikában sem mutatták be. Meg volt a kosztümöm, minden ugyanaz, mint akkor Arnoldnak, de a követsége nem kaptam vízumot sajnos, mert felléptem, megyek ki, akkor munkavási vízumot kellett volna kérnem. Amúgy én majdnem Arnoldnak a dublőrje is lettem, aztán sokan tudják. Na, ez nagyon jól hangzik. Azt is kevesen tudják, hogy mi a különbség, vagy mi a hasonlóság a break, illetve az elektrik bugi között. Igen, ezt én is 85-ben voltam először a táncvilágbajnokságon kint Olaszországban. Az egyetlen kelet-európai ország voltunk, aki akkor kimehetett. Elég kicsi voltam, akkor még hátsó ülésen a lábak előtt heverve utaztam. Erre emlékszem, mai napig nagyon jó élmény volt. Kiérkeztünk, és akkor mondták az én műfajom az elektrik bugi. Én azt hittem, hogy brékelek, akkor még. Ja, hogy ennyire nem is voltál te sem tisztában azzal, akkor pontosan nem, mit táncolsz. És tulajdonképpen itt mégis annyi a különbség a kettő között, hogy a elektrik bugiban nincsenek földtől elrugaszkodó akrobatikus elemek. Bár mellett is vannak akrobatikus jellegű elemek bugiban is, de a brék az inkább akrobatikáról szól. Említetted, hogy elég korán kezdtél ezzel foglalkozni, hogyha jól tudom, 14-15 éves korod körül. Igen, pont. Igen. Ez akkor Magyarországon nem volt divat, ez a tánc stílus, én azt gondolom. Hogy jött ez neked, vagy hogy tanultad ezt meg? Ez úgy volt, annó voltak ilyen videódiszkok, pontosan emlékszem, hogy 83. december 30-át írtunk. Anyum megjött és értem a buliba a végén, de szerencsére csak úgy közbefutottam össze vele, tehát nem volt kellemetlen a helyzet. És a videódiszkokban voltak a Thriller a Jacksontól, amiben volt ez a mozgás már, meg volt egy-kettő olyan zene, amelyikben láthattam ezt a műfajt, és akkor haverokkal elkezdtük csinálni. Akkor este hazamentem, másnap reggel így keltem már fel az ágyból, anyám azt mondta, hogy a fia megbolondult. Viszont hoztál egy videót, hogy a nézők is tudják, hogy pontosan miről van szó, meg mi is ez az elektrik bugi. Elmondanád, hogy ez hol készült, és aztán nézzük is meg ezt a kis filmet. Most Pécsen készült, egy hétig tartó street táncok világbajnoksága volt Pécsen, és ott bemutatóztam a két nyitó bulina, egyiket hétfőn adtam elő, ez pont a hétfői, a másikat meg csütörtökön adtam elő. 3000 táncos jött 19 országból, és egy nagyon jó kis rendezvény volt. Nézzük is meg ezt a videót most. As ignored the signs, your planet is nearing destruction. Salvation is reserved for resistance awaits. Initiate phase one. Power up the base cannon. Fire!
elképesztően jó volt ez a videó. Viszont az a kérdés jutott eszembe, hogy ehhez mennyi izomerő kell, vagy az ízületeid ezt hogy bírják? Tönkre mennek ebbe, vagy azért ez nem annyira veszélyes tánc stílus? Nagyon köszönöm. Hát fémből vagyok, úgyhogy elég jól bírom. Vagy a Terminátor, te meg sem lehetődök. Kicsit rozsdásodok azért én is, úgyhogy de hát vannak rossz dolgok. A lényeg, hogy egész jól megúsztam eddig a dolgokat. Egyetlen egy olyan sérülésem volt, amikor pont nem kondiztam. Uh-huh. Kihagytam, amikor egy kisebb mozdulattal a lábam 90 fokba oldalra kifordult. Persze utána felálltam és folytattam a táncot, levert a víz rögtön. Utána meg másnap háromszor is elragadt a térdem, mai napig még nincs rendben. Ezen a fellépésen sikerült másfél év kihagyás után újból megcsinálom azt a hátramenést, tehát már olyan állapotba került a térdem, hogy most már megmertem csinálni. Ez a matrixos mozdulat ez a volt, ugye? Így van. Aha. Nagyon-nagyon jól nézett ki. Amúgy más semmi bajom nincsen, és remélem is lesz. Nyilván, de egy olyan izom erő kell azért hozzá, hogy folyamatos kondizás nap mint nap, másfél óra az edzőteremben, amúgy, vagy azért ennyire elkezdtem nem. csinálni, akkor én nagyon vékony voltam oldalról, mint a címzár, úgy néztem ki. Viszont mindenki mondta, hogy ne kezdjek kondizni, mert a tánchoz nem illik össze. Én elkezdtem kondizni, és lazítottam mellé, tehát így a kettőt úgy összhangba tudtam rakni, remélem, vagy gondolom. És mai napig ezt a kettőt együtt tartom, tehát kistesók. Értem. Egy valamit viszont mondtál, hogy nagyon fiatalon, 15 évesen kezdted ezt el, viszont a katonaságot akkor hogy úsztad meg? Na, a tánc által? Vagy voltál katona, volt. És félbevágta ez a karrieredet? Hát, hogy voltam elvileg katona, bevonultam. Másfél év volt akkor a katonaság, és igazából volt egy nagyon rendes politikai tiszta laktanyán belül, aki megengedte volna, hogy katonaság közben kimenjek egy táncvilágbajnokságra, de a laktanya parancsnok az nem volt ilyen jó szívű, azt mondta, hogy szó se lehet róla. De hát én egy harcos terminátor vagyok, amit el akarok én elérem, és elkezdtem gondolkodni, hogy akkor hogy tudom ezt megoldani, hogy én kijussak a világbajnokságra. Meg másfél évig bent vagyok, volt egy barátom, akivel együtt táncoltuk annó, ő végigcsinálta, ő abba is hagyta a táncot utána. Uh-huh. Tehát nekem biztos, hogy keresztbe vágta volna a karrierem, és voltak olyan lehetőségek katonságnál, hogy meg lehet úszni. Volt olyan lehetőség, hogy esetleg homoszexuális leszek, volt olyan, hogy ágyba vizelek, meg volt, hogy depressziós leszek, és akkor leszerelnek. Azt nem mondta, hogy az elsőt választottad. Nem, depressziós lettem, de amikor a gyengélkedőn sem nem volt senki, akkor ott tornáztam. Akkor meg bejöttek, akkor megdörzsöltem a szemem, felállítottam a hajamat, mint hogy a szép lassan, én lehajtott fejjel közlekedtem. Két nappal a világbajnokság előtt szereltek le, kedeste jöttem ki a laktanyából, szerdán fodrászt, kiváltottam a valutakeretet, csütörtök reggel rajta voltam a vonaton, ami ment Olaszországba, és péntek szombaton meg a versenyen ott voltam. Uh-huh. Tehát olyan nagyon nagy beteg nem voltam azért. De mai napig vannak fellépéseid, és foglalkozol a tánccal. Mik a távlati céljaid ebben? Még amikor kezdtem, akkor volt olyan időszak, hogy tanítottam, viszont egyéb üzleti dolgaimat ez a része nem jött össze az utóbbi időben. Most viszont megint van annyi időm, hogy tudok jobban odafigyelni a táncra, és szeretném most a táncsulit elindítani. Januárban legkésőbb el fog indulni a tánciskola. Nem csak az én műfajomból akarom, több műfajt szeretnék összefogni, főleg a street tánc, utcai táncokra gondolok, de még vannak olyan elképzelések is, hogy versenytáncot is belevesszük a suliba, is én nagyot akarok csinálni, szeretném a magyar táncos nemzedék összetartana. Az a baj, hogy azt látom, a mi időnkben, amikor én versenyeztem, akkor sokkal nagyobb volt az összetartás, most meg irigységek vannak egymás felé, tehát és ezért nem haladunk, vagy nem vagyunk olyan helyen most a táncban, mint annó voltunk. Igen, tehát ezt szeretném úgy összefogni, szeretnék táncversenyeket rendezni. Ezek nagyon-nagyon jól hangoznak. Weboldal van-e mindehhez, vagy a Facebookon találnak meg téged? A Facebook oldalom a Steve Collar Dance oldal. Volt egy weboldalam, az szünetel most, hogy nyitok erre egy új weboldalt, tehát most fogom így bedobni az összes harci erőmet ebbe az irányba. Na hát ez nagyon jó, akkor minden nézőnk jelentkezhet nálad, illetve kereshet a Facebookon, és akkor az iskolába pedig valószínű találkozunk, mert azt hiszem én is el fogok hozzád látogatni. Én is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt voltam.